Köszöntöm a Trió TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2024. január 26-án pénteken 19 órakor. Mutatjuk műsorunk tartalmát. Több mint 1,5 milliárd helyi adóbevétel, napirendre került Bükk idei költségvetése. Népdallá vált Petőfi versek, a kultúra napját ünnepelte Bükk. Kulturális találkozás, V4-es konferencia helyszíne volt Bükk. Versek és nyomtatott út a zenéhez. Az Arzén és Levendula Könyvklub januári ajánlatai. Kultúra címlapon megjelent az idei első büki újság. Kedves nézőink, ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Az idegenforgalmi adóból 300 millió forint, az iparűzési adóból 1,3 milliárd forint bevételre számít 2024-ben Bükk város önkormányzata. Az adóerőképesség okán fizetendő szolidaritási adó csak nem 0,5 milliárd forint, ennél valamivel több tartalékkal számolnak idén. Nem törvényi előírás, de Bükkön több lépésben vitatják meg az önkormányzat éves költségvetését. Az idei első munkaterv szerinti ülésen már napirendre került a büdzsé. Első olvasatban tárgyaltuk a város költségvetését, és hát a főbb számok azt jelentik, hogy a működésünk az idejében is biztosítottnak tűnik. A beruházások azok ütemesen haladnak, a rendelkezésre álló fedezetek azok biztosítottak a költségvetésben, tehát így a stabil működés mellett jelentős beruházásokat és intézményi felújításokat tudunk végezni. Számszerűsítve ez úgy néz ki, hogy jelen esetben a kiadási és bevételi főösszegünket egyaránt 11 milliárd forinton tervezzük, ugye több mint 5 milliárd forinton szerepel a víziközmű fejlesztés állami támogatásból. Erre az évre ennyivel előirányozva, tehát körülbelül ennél külön 6-6,5 milliárdos költségvetési főösszegünk van, ami szintén erős, de a 11 az ilyen szempontból erősen torzított. A feladatok ellátása mellett azt kell látni, hogy a beruházásokra vonatkozóan az egyéb államkincstárra vezetett számlákon a fedezet megvan. A bevételi oldalon az államtól kapott támogatásokon, illetve a feladatokra kapott hozzájárulás, ami 470-480 millió forint, azon fölül a saját adóbevételeinkre tudunk hagyatkozni. Az idegenforgalmi adót 300 millió, az iparűzési adót 1,3 milliárd forintot terveztük. Ha ezek bejönnek, akkor biztosított a költségvetés bevételi oldala. A kiadási oldalon jelentős a szolidaritási adó, ami az adóerőképességünk miatt fizetendő, ez 470 millió ebben az esztendőben. Ami nagyon fontos, hogy a kiadási és bevételi oldal összhangja mellett 674 millió forint tartalékot is tudunk képezni, amelyek nagy részét valószínűleg a pályázatok, illetve egyéb beruházások majd évközben ezt koptatják, de így is biztató, hogyha így tudunk neki indulni a 2024-es évnek. Legyen egy gyógybornapok idén, ha igen, ki szervezze. Ezt a témát vitatta meg leghosszabban a büki képviselőtestület az idei első munkaterv szerinti ülésén. Az év negyedik hétfőjén gyűltek össze idei első munkaterv szerinti ülésükre a büki képviselők. Az előző ülés óta eltelt időszak összefoglalójából kiderült, hogy számos döntést kellett hozni az év végi ünnepek körül is. December 20-án a 3. Bükkfürdő Cseprek félmaraton nevezési díjaiból származó bevétel adományként történő átadása a Büki és a Csepreg jobbodának, intézményenként 304.500 forint adományt dr. Gajda Tibor, a Büki Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója, Horváth Zoltán Csepreg és Németh Sándor Bükk polgármester adta át a két intézmény vezetőnek. Szintén december 20-án a Répcementi Önkormányzati Társulás társulási tanácsának ülése a Büki Városházán, az ülés egyetlen napirendi pontja a társulás tulajdonában álló tárgyi eszközök értékesítésével és az orvosügyeleten dolgozók jogviszonyának megszüntetési miatt befizetési kötelezettséggel kapcsolatos döntés. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy a ott jogviszonyban dolgozóknak a végkielégítését kifizettük, illetve a tárgyi eszközöket, amelyek az ügyeleten találhatók, valamint a két évvel ezelőtt vásárolt ügyeleti gépjárművet is Bükk város önkormányzata megvásárolta és kifizette belőle ugye a többi települést.
December 20-án a Büki Gyógyfürdő ZRT rendkívüli közgyűlése az alaptőkeemelés tárgyában. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő miniszteri felhatalmazás hiány nem tudott részt venni a közgyűlésen, ezért az érvénytelen lett. Bükkváros önkormányzatát a polgármester képviselte, a megismételt közgyűlés az december 27-e volt. December 22 a Bükkváros önkormányzatának képviselőtestületének rendkívüli ülésére került sor. A napirendek között szerepelt a szennyvíztisztító telep fejlesztése című közbeszerzési eljárásban felülvizsgálati eljárás indítása, a Bükkfürdő Termáltér kávézó belső építészeti munkái 2 című közbeszerzési eljárás indítása, a Büki iparterület fejlesztéséhez kapcsolódó közműberuházások megvalósítása érdekében támogatási szerződés módosítása iránti kérelem benyújtás, valamint a Csodaország Óvoda Bölcsőde és Közétkeztetést ellátó intézmény alapítók iratának a módosítása. December 27-én a Büki Gyógyfürdő ZRT megismételt közgyűlésére került sor, akkor már volt miniszteri mandátum a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, és a Büki önkormányzat, illetve a Magyar Állam egyhangú döntése alapján a két legnagyobb tulajdonos fejenként 250-250 millió forint fejlesztési forrást juttatott a Büki Gyógyfürdő ZRT részére, alaptőkeemelés formájában az állam, illetve az önkormányzat is átutalta a pénzt a társaság részére. Az összesítések, aztán a költségvetés első olvasatának megvitatása és elfogadása után a nyárra tekintettek a képviselők, a gyógybornapok terve is téma volt. A tavalyi tényadatok alapján, illetve a korábbi fesztivál szervezési tapasztalatokat is figyelembe véve, illetve az elmúlt év, illetve a Covid előtti időszakban lezajló gyógybornapok színvonalát is szem előtt tartva állították össze kollégáim a tervezetet, mind a pénzügyi résznek a kiadási és a bevételi oldalát. A meglátásunk az volt a tervezet készítésekor, hogy az intézményi szinten ennek a megvalósítása, lebonyolítását teljes biztonsággal nem tudjuk elképzelni, csak abban az esetben, mivel a humán erőforrás hiányába szenvedünk, illetve az intézmény nem áfa bevalló, tehát bizonyos visszafizetendő összegektől el fog esni. Teljes költség biztosítása kell, hogy rendelkezésre álljon az intézményben, hiszen az intézményben jelen pillanatban más bevételi forrás ehhez a rendezvényhez nincsen, sem pályázati erőforrása, sem vállalkozói szféra nem működik ebben az intézményben. A rendezvény lebonyolításához jó magunk is célszerűnek tartanánk, hogyha egy rendezvényszervező céggel közösen lehetne ezt megoldani. Január 18-án a pénzügyi bizottsági ülésen kaptam azt a felkérést, hogy állítsuk össze azoknak a rendezvényszervező cégeknek az elérhetőségét, akiket mi úgy gondoljuk, hogy ennek a programnak a megvalósításában érdemesek lennének. Ezt a listát, vagy ezt a névsort átküldtük. Két rendezvényszervező cég is van ezek között, akik korábban már jelezték kollégámnak, hogy felkérés esetén akár a rendezvényt le is bonyolítanák. Konkrét fellépők említésével részletesen tárgyaltak a képviselők a gyógybornapok első terveiről a januári képviselőtestületi ülésen. A pénzügyi bizottság ülésén elég hosszasan nézekedtük ezt a listát, amit elkészített a 3 napos, 2 nagy színpados, 1 ingyenes színpados megoldásra a művelődési ház. És akkor ott fölmerültek tételek, amiken esetleg még javítani lehetne. A nagyszínpados fellépőnél, ugye ott ők naponta 6-8 fellépővel számoltak, ott abban maradtunk, hogy mármint a bizottság ülésen, hogy elég lenne 2-2 fellépő. A Bükkfürdő parkban lévő színpadon, és a gyermek, ami ugyanaz lenne, mint a gyermekszínpad, tehát délelőtt, illetve a kora délután folyamán gyermekszínpad lenne, este pedig felnőtt fellépők lennének, az továbbra is egy ingyenes rendezvény lenne. Ebből az anyagból kijönne a promóciós videó és az after movie, illetve
a zenekari catering és a szállásköltség. És ehhez kapcsolódóan a bizottsági ülésen abban egyezkedtünk a továbbiakban, hogy az önkormányzat a rendezvényhez ingyenesen biztosítaná az áramot, a vizet és magát a helyszínt. Ez már egy olyan műszaki tartalom, amit ki lehetne közölni. Mondanám, hogy milyen rendezvényszervező cégeket javasolt a művelődési ház. Egy K.O. Records, nem tudom milyen nyelven kell kimondani a nevüket, ugye? Szombathelyi cég, illetve a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület, ez egy zalaegerszegi cég, a Nyugat Produkció Kft. Lukács házáról, a Kenter Kft. Szintén Szombathelyről, és Nemes Márk egyéni vállalkozó Sopronból. A művelődési ház felsorolt itt olyan nagy fellépőnek számító neveket, vagy azok, vagy nem azok, vagy rosszul húzó neveket, elnézést, húzó neveket, akiket a nagyszínpadon föl lehetne léptetni, ilyen a Jude Law, Rúzsa Magdi, By Alex, Halott Pénz, az Edda, Korda György, Neoton. Tehát ezekkel lehetne még kiegészíteni a műszaki tartalmat, és akkor így volt az a döntés a bizottság ülésen, hogy legalább a tényleges bekerülési költség megállapítása érdekében kérjünk árajánlatot. Többféle esetleges rendezési lehetőség felmerült, az is, hogy rendezvényszervező cégnek adnák ki a program lebonyolítását részben vagy egészben. Ebben egyet tudok érteni Patyi Sándor képviselő úrral, hogy ha már kérünk állajtot, akkor kérjünk egy ilyen napi 6-8 fellépőre is, illetve 2-2-re, mert lehet, hogy egy picit magasabb árat fog követelni, viszont hogyha több olyan nagyobb fellépő van, akkor ő neki a tapasztalata is valószínű, hogy azt fogja mondani, hogy inkább több név és minél többen vegyenek részt, hogy az árusoknak is tudjunk mondjuk olyan helypénzt kérni, hogy megérje neki ott lenni. A helypénz az kié? Ez is szerintem megegyezés kérdése, tehát hogyha a teljes rendezvényszervezés bevállalja, akkor a helypénz is az övé, ahogy a bevétel is, meg a kiadás is. Hát de milyen bevétel? Hát most mi fizetjük a vizet, a villanyt, a helyszínt ingyen adjuk, pénzt fizetünk a rendezvényért, meg mondom, még a helypénz is az övé. Nem, és szerintem ezen kellene vele tárgyalni, hogy lehet, hogy, minden, hogy nem fizetünk. Nem. Mindent mi állunk. Nem, mi fizetünk. Tehát az a lényeg, hogy nekünk minél kevesebbe kerüljön. Hogy ő is vállaljon felelősséget, az a létszám, hogy a belépő, az övé, akkor nekünk az neki kell vonni, hogy nekünk kevesebbe kerüljön. Nekünk az a lényeg, hogy nekünk kevesebbe kerül az egész rendezvény. Tehát arról beszéltünk, hogy egy műszaki tartalomban nem tudunk leülni tárgyalni, hogy akkor hogy legyen, mert akkor nem tudjuk összehasonlítani az egyes vállalkozóknak az ajánlatát, hanem van egy ajánlat, amire mindenki azonos feltételekkel, egy kvázi pályázati felhívás, melyre mindenki azonos ismeretek birtokában és azonos paraméterekkel tesz ajánlatot. Ha az a döntés, hogy a helypénz tekintetében az ő saját bevétele, akkor mondjuk meg minimálisan azt, ami ebbe az anyagban nincsen benne, hogy hány árust várunk. És akkor mondjuk azt, hogy mivel a helyszínt ingyenesen biztosítjuk, akkor ő szedhet az árusoktól pénzt. De azt is lehet mondani, hogy az árusokhoz semmi köze, megkapja ingyenesen a területet, és az árusok után pedig az önkormányzat szed pénzt. És az árusokkal az önkormányzat állapodik meg. Ezt is lehet. De akkor ennek is benne kell lenni a tartalomba. Tehát nem úgy, hogy majd leülünk és megbeszéljük, mert akkor nem fognak tudni ajánlatot tenni. Hogy hány árus kínálhatja portékáit, hogy hány színpadon, hány fellépőt fogadjanak, ezek mind nyitott kérdések egyelőre a rendezvénnyel kapcsolatban. A gyógybornapok után lakásügyek, közvilágítás és zárt ülésen a parkom idei tervei is témát adtak a büki képviselőknek. Ugye az intézménynek, mármint a Művelődési Központ intézményének a program tervét elfogadtuk, kivéve a gyógybornapot, azokra a feladatfinanszírozásban a pénzt biztosított. A gyógybornapok egy külön téma, és most abban maradtunk, hogy a
egy kialakított, általunk meghatározott programtervet beárasztatunk rendezvényszervező cégekkel. És akkor meglátjuk, hogy ténylegesen mennyibe kerül, és utána tudunk dönteni, hogy megvalósítjuk, és ha igen, milyen tartalommal. Fontos még, hogy döntöttünk az Ötvös utcai közvilágítás korszerűsítéséről, illetve felújításáról is. Ott felmérettük szakemberekkel, és 13 darab új oszlopot és lámpatestet vásárolunk, és annak a beszerelése várhatóan ez év tavaszán megtörténik. A Magyar Kultúra Napját ünnepelte Bükk. Tímár Sára és zenekara Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából készített új műsort, a költő népdallá vált verseiből. Ezeket hozták Bükkre a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 19-én. A koncerten szóltak népdalok a felvidéki Zoborvidékről, Gömörből, az erdélyi mezőségről, Küküllőmentéről egyaránt. Zenés beszámolónk következik a Magyar Kultúra Bükki ünnepéről. Egy igazán izgalmas műsort hoztunk el nektek ma reggel, ugyanis olyan Petőfi versek fognak megszólalni, felcsendülni, amelyek a népajkán élnek tovább. Tehát ezt úgy kell értenünk, hogy amiket most fogok énekelni, azok úgy fognak tűnni, mintha igazi népdalok lennének, de képzeljétek el, hogy ennek Petőfi Sándor a költője, és nem a szülőktől, nagyszülőktől és a felmenőktől öröklődött szövegeket fogom énekelni, hanem műköltészeti eredetű verseket. Vannak olyan versek, amik szó szerint egy-egyben megmaradtak, vannak olyan versek, amik tovább éltek, ugyanúgy, mint a népdalok, variálódtak, hiszen mindenki a saját érzelmét, fájdalmát, örömét énekli meg, és van olyan, hogy egy-egy sorban más az, ami neki a szívéből jönne, ezért ezek ilyen töredékekben élnek tovább. Most először egy olyan összeállítás következik Erdélyből, amelyben egy-egy versnek egy-egy verszakát éneklem meg, úgy, ahogy a gyűjtéseken is hallható. Fogadjátok szeretettel! Oh,
Oh,
magyar, lengyel, szlovák és cseh kulturális kapcsolatok fejlesztéséről rendezett konferenciát Bükön a Folkfest Kulturális Egyesület. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Házban találkoztak a meghívottak. Témát adott a városi sajátosságok a szakrális és kulturális terekben. Fémből készült ütős és egyben dallamhangszer a handpan, amely ősi kinézete ellenére csupán 20 éves múltra tekint vissza. Fekecs Ákos jóvoltából ez a különleges zenei betét színesítette a Bükön rendezett V4 kulturális konferenciát. Városi sajátosságok a szakrális és kulturális terekben, ezt az alcímet kapta a tanácskozás, amelyet a Folkfest Kulturális Egyesület rendezett Bükön. Minden évben próbálunk a főcím mellé egy alcímet is kitalálni. Idén az volt a gondolatunk, hogy a kultúra hogyan jelenik meg szent helyeken, vagy szakrális tereken, vagy akár vallásos terekben, mint például a templomban és hasonló helyeken. Tehát ezt szeretnénk megnézni, hogy milyen koncerteket adnak, milyen esküvők vannak például a templomban, milyen kiállításokat tudnak szervezni a templomokban, milyen egyéb programokat tudnak templomban is egyéb szent helyeken szervezni. Tehát ez az alcímünk idén, ez az alkoncepció az idei évre 2024-re. Úgyhogy ez a fókusz idén. Tavaly előtt más volt, minden évben kitalálunk valamit. Korábbi kulturális kapcsolat hozta Bükre az idei tanácskozást. Pontosabban ez csak az egyik érv volt a helyszínválasztásban. Miért pont Bükön? De most ennek van egy praktikus oka is, kezdeném ezzel. A cseheknek Bükk jó helyen van. Könnyen megközelíthető, elérhető távolságban ismerik Büköt, Büköt, Bükkfürdőt. Ez nem csak a kultúrában van így, hanem a cseheknél általában. Na most a mi meghívott vendégeink azok Morvaországból érkeztek, tehát innen Magyarországról, Morvaország az Csehország, de a cseheknek Morvaország az egy különálló egység, az egy olyan, hát külön unit, nyelvileg is, egyébként kulturálisan, amit megkülönböztetnek a csehek. Csehországból a csehek Morvaországba kirándulni mennek. Világot látni mennek, egy más életet megtapasztalni mennek, és egy kicsit tovább jönnek, akkor már is szinte Magyarországon vannak, nyilván Moson, Magyaróvár, Sopron elsődleges cél, de Bükk is ide tartozik. Ez lenne a praktikus oka. A másik praktikus oka, hogy jó pár évvel ezelőtt jártunk mi Bükön, és akkor nagyon megkedveltük ezt a helyet, tehát mi a Kulturális Egyesületnek a tagjai, és úgy döntöttünk, hogy mivel ismertük is a helyi szervezőket, ezért ővelük felvettük a kapcsolatot, és ők pozitívan válaszoltak, és így döntöttünk, hogy akkor idén ez lesz a helyszín. Cseh részről bemutatkozott a mintegy 1000 lakosú Verbice település, annak szőlő és bor kultúráját, valamint szakrális terét, Szent Egyednek szentelt templomát a polgármester mutatta be a tanácskozás résztvevőinek. Sorban az 5. V4-es kulturális konferencia volt a Bükön rendezett tanácskozás. Az aktuális kulturális helyzet bemutatása mellett az együttműködések elősegítése a nemzetközi program célja. A jó gyakorlatok hozatala, elhozatala a saját országukból ide Magyarországra, ez lenne az első fokú cél. Az, hogy a jövőben együtt tudnak-e dolgozni.
tudnak-e olyan programokat megvalósítani, melyek kulturális téren újítások lennének, olyan novumok, amelyeket ők még nem tudtak saját maguk megvalósítani, ez lenne a másodlagos cél. De azt gondolom, hogy ez a kettő együttműködve adná azt a lehetőséget, hogy ezek az emberek nem csak most, meg a múltban, hanem a jövőben is ideutazván, együtt lévén, saját nyelvükön beszélvén, kulturális tapasztalatékat megosztván tudnának előrelépni és fejlődni. Ez lenne a cél. Az óvodásoknak és a kisiskolásoknak balettet ajánl az Arzén és Levendula Könyvklub. Pontosabban egy olyan mesekönyvet, amely egyszerre kalauzol el a komoly zene és a táncművészet felé. És ez csak az egyik januári ajánlata a Büki Olvasóklubnak. A klasszikus zenemesék sorozatban megjelent Hattyúk tava című balettmese az egyik februári ajánlat az Arzén és Levendula Könyvklubtól. A Hattyúk tava balettet gondolom én, hogy azért sokan ismerik, ahol van egy herceg, meg van egy elvarázsolt hercegkisasszony, aki fehér hattyú képében jelenik meg, esténként a társak között, a tónál, viszont van egy gonosz varázsló, aki egy fekete hattyút küld a tóra, és ugye a két hattyúnak a vetélkedéséből, nyilván mivel meséről van szó, a fehér hattyú kerül ki győztesen, és akkor megtalálják a boldogságot, bár állítólag ennek a Hattyúk tava című mesének van többféle befejezése. Amiért én ezt a könyvet ajánlom, az egyrészt a nagyon szép kiállítás, csodálatos illusztrációk vannak benne, nyilván szó van a zeneszerzőről is, nem csak, mármint hogy Csajkovszkijról, nem csak magáról a meséről, és tulajdonképpen összefonódik benne az irodalom, a zene, és hát mivel tudjuk, hogy balettjátékról van szó, ezért a táncművészetet is ide lehet sorolni. És a könyvnek egy másik érdekessége az, hogy a legjellegzetesebb zenei motivumokat meg lehet hallgatni, azaz, ha megnyomunk egy gombot az adott oldalon, illetve mutatja, hogy hol kell megnyomni, akkor az egy zenei motivumot fog nekünk lejátszani. Ez a legjellegzetesebb talán, amelyet azt hiszem, hogy nagyon sokan ismernek. Milyen korosztály lapozza ezt a könyvet? Hát valószínű, mivel meséről van szó, ezért elsősorban a gyerekeknek szól, talán úgy 6 éves kortól 10 éves korig, de én azt hiszem felnőttként is el lehet benne gyönyörködni, illetve egy kicsit visszahozni, feleleveníteni a zenét. Mert talán iskoláskorunkban találkoztunk vele, nem valószínű, hogy olyan nagy zenerajongók vagyunk, hogy sokszor meghallgatnánk, de így ezáltal mégiscsak visszahozunk valamit az emlékezetünkbe. A komoly zenéhez, valamint más zenei műfajokhoz vezető, az óvodásokat és kisiskolásokat célzó nyomtatott út több formában is elérhető a Büki könyvtárban. A felnőtteket és a fiatal felnőtteket sem hagyja olvasnivaló nélkül a tél közepén a Büki könyvklub. A férjem azt mondta, hogy miért éppen verses kötetet választottál, hiszen a verseket kevesen szeretik. Én pedig azt mondtam erre, hogy éppen ezért, én ugye magyar tanár vagyok, voltam. Hát most már nyugdíjas vagyok, de azért megmaradok magyar tanárnak, és a vers szeretet az mindig is jelen volt az életemben. És most egy nagyon érdekes kötetet találtam, a címe Viszek egy szívet, és egymásra felelő versekről van szó. Tehát klasszikus versek, Vörös Martitól Kölcsein át, Radnóti, József Attila, tehát a legnagyobb költőink egy-egy versére, egy mai költő felel valamilyen formában, Tóth Krisztina, Varró Dániel, és lehetne még nagyon sok mindenkit említeni, Kis Judit Ágnes, és érdekes válaszok születnek, és nem csak lírai alkotásokat találunk, hanem balladát is például. Arany János Hídavatás című versére írt egy fiatal költő egy hasonló balladát, csak ugye ott nem hídavatás van, hanem mondjuk egy csúszdaavatás, hogy valaki vállalkozóként egy csúszdát készít, és a vége az, hogy lecsúszik az utolsó ember, és ő pedig ott marad hoppon, belebukik ebbe a vállalkozásba. Tehát azért is érdekes. A másik pedig, hogy ha például azt írja Kosztolányi Dezső, hogy van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég elesége, ez a boldog szomorúdal, és akkor erre a válasza Varró Dánielnek, azt mondja, hogy van 5 dioptriája, van 20 kilónyi súlyfeleslege, aztán egy fejelágya, ami nem nőtt be, 30 akárhány év alatt se.
Említhetem még az Arany Jánosnak a Letészemalantó című versét, amely ugye abban az időszakban keletkezett, amikor úgy érezte, hogy ő többet már tollat nem fog a kezébe, több verset nem ír. Hát abban az időben ugye a lant volt a jelképe, most is mondhatjuk, hogy ma is a költészetnek. Hát a mai költő hogyan reagál erre? Becsukom a laptopot. Például Tóth Krisztina vagy egy másik költő. Én sok mindent megjelöltem ebben, de természetesen nem azzal a céllal, hogy most még egyszer mindent felolvasok, de tényleg tudom ajánlani azoknak, akik szeretik a verseket, és egy kicsit összehasonlítják a klasszikusokat a mai költőkkel. Az iskolában tanultak felelevenítése mellett a kötet átviszi az olvasót a kortárs magyar költészetbe. Abba, hogyan reflektálnak mai szerzők a már a klasszikus versekre, illetve hogyan feleltetik meg az akkori gondolatokat a mai mindennapoknak. Kultúra napja, Doni megemlékezés, a 8,8 milliárd forintos szennyvízberuházás és karácsonyi visszatekintés, valamint farsangi programajánlók. Ezekről mind szól a januári Büki újság. Lapszemlét hoztunk nézőinknek. Címlapon a Magyar Kultúra napja. Népdallá vált Petőfi versekről szólt az idei ünnep a Büki Művelődési Házban. Kulturális beszámolók ezen kívül is adnak olvasnivalót a Büki újság első 2024-es lapszámában. A harmadik oldalon a V4-es kulturális konferenciáról. A negyedik oldalon az Arzén és Levendula könyvklubról találunk beszámolót. A nagyszabású, mintegy 8,8 milliárd forintos vízi közműberuházásról a második oldalon ír a Büki újság, amelyben a gyógyfürdő aktualitásai is helyet kaptak. Az egyik az alaptőke emelés, a másik a mosdó és folyosó felújítás, amelyről megtudhatunk részleteket. Praktikus az idei első lapszám, hiszen a közepe a 2024-es hulladékszállítási naptár bükre és bükkfürdőre vonatkozóan. Sportbeszámolók a tizedik oldalon kaptak helyet a lapban, míg a farsangi szezont indító horvát bárról a kilencedik oldalon tudósít a városi lap. A farsangnak még korán sincs vége. Programajánlókat az utolsó, a 12. oldalon találunk a januári Büki újságban, amely a napokban jut el a Büki háztartásokhoz. Kedves nézőink, ennyi fért a mai közéleti magazinba. Új összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak a Trió TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Érdemes. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!